Az Esztergályos utca lakóinak életét hosszú ideje keserítik meg az összeférhetetlen szomszédok. Az érintett lakótelepen zömében fiatal családok és nyugdíjasok élnek, az utóbbi években egyre zaklatottabb körülmények közt. Az elkeseredett lakosok immár második petíciójukat nyújtják be az önkormányzathoz, néhány nap alatt közel 300-an írták alá a tiltakozást, és lakossági fórumot is tartottak az ügyben. Nagyon sok lakosnak problémája van összeférhetetlen lakosokkal. Nagyon sok gyermekbántalmazás, lopás, rongálás történik a környéken. Gyerekeink jövőről van szó, gyerekeink egészség és fejlődéséről van szó, és hát főleg nyugdíjasok, akik itt élték le az életüket, és egy nyugodt nyugdíjkorra vágynak. Annyira lenézik a romákat még minden, de saját fajtájukat nem nézik le, hogy börtönben mennyi gácsó van még minden, hanem csak a romákat nézik, a kisebbséget. Persze, ez így van elintézve, ez így jó. Királyság! Én azt mondom, ezt kell csinálni. Jó teszik! A városi rendőrök gyakran járőröznek a környéken annak érdekében, hogy a rendbontásokat megakadályozzák. Teljes mértékben hiszek ezeknek az embereknek, igazuk van. Nehéz ezzel dolgozni, nagyon nehéz. Ketten járőröznek itt délután 4-től hajnali 4 óráig. A leggyakrabban csendháborítás történik, hangoskodás, néha pedig verekedés. A lakossági fórumon több önkormányzati képviselő is részt vett. Ott volt Batta György, Bende István, Bujna Zoltán, Feszti Zsolt, Ipót Szilárd, Les Károly, Szabó Béla és Varga Tamás. Andrukó Imre a fél évvel ezelőtti lakossági fórumon is megjelent, és azóta a képviselőtestület ülésein ismételten interpellál az ügyben. Ez a város egyik legnehezebben kezelhető problémája, hisz vehetünk föl kölcsönöket, utak építés, ami jó dolog és fontos dolog, viszont ezt a helyzetet meg kell oldani. Én ma azt tapasztaltam fél év ezelőtt is, hogy robbanás veszélyes a helyzet, és nem szeretnék, ha olyasmi történne itt Komáromban, mivel később nem tudnánk mit kezdeni. Szerintem a városvezetésnek, képviselőknek, hivatalnak össze kell fogni, mindenképpen be kell vonni a járási szerveket, az állami szerveket, és közösen keresni egy megoldást. A lakók szerdán eljuttatták újabb petíciójukat az önkormányzathoz. A mai nappal a lakosok beadták a petíciót, közel 300 ember írta alá, akik a környéken laknak. A petícióban a lakosok megfogalmaztak kérdéseket, illetve javaslatokat is tettek a városvezetése felé, amire várják majd a válaszokat. A lakosok leginkább azt szeretnék, a városi önkormányzat vásárolja meg a lakótömböket és lakoltassa ki ezekből az összeférhetetleneket. Knyírs Imre alpolgármester a lakossági fórumot követően több tárgyalást folytatott az ügyben, a petíció benyújtásának napján pedig a városházán találkozott a lakosok képviselőivel. Mivel az összeférhetetlenek által lakott három háztömb magánkézben van, a tulajdonosokkal is egyezkedni kell. Ő hét kedden kell őket gyakorlatilag fölhívnom, és akkor már konkrét ajánlatokkal jönnének ide. De gondolkoztunk alternatív megoldásról, arról is, hogyha gyakorlatilag ennek a lakosságnak egy olyan rész ki lenne építve, mint ami az előző városvezetés is megoldott egy ilyen problémát azzal, hogy kiépített egy ilyen lakótömböt kint a harcsási részen. Nekünk ki van nézve itt szintén egy ilyen terület, ami a városperem kerületén foglal helyet. Ott tárgyaltunk már a tulajdonosokkal, itt vannak már nálam a dokumentációk, és ennek a megoldásába bevontuk a roma kormánybiztosnak egyik tanácsadóját. Nem szeretnénk azt, hogy magunk előtt dolni ezt a problémát, mert ahogy észrevettük, ez évről évre, sőt azt mondhatnánk, hogy hónapról hónapra rosszabbak itt az állapotok. Meg szeretnénk nyugtatni a lakosságot is, hogy nem odázzuk el a problémát, hanem tényleg nagyon komolyan foglalkozunk vele. Az összes reménykedő lakos nevében szeretnék köszönetet nyilvánítani alpolgármester úrnak azért, hogy ilyen gyorsan reagált a fórumra, ami lezajlott pénteki napon, mivel már több éve oldották a lakosok. Még soha nem találkoztunk ilyen gyors reakcióval a vezetőség részéről. A lakók képviselői és Knyírs Imre alpolgármester megállapodtak abban, hogy a város vezetősége minden újabb fejleményről az ügyben Komárom honlapján ad hírt, hogy mindenki nyomon követhesse a dolgok alakulását.